Nem semmi, manapság egy fényezés, miért ilyen kibaszott drága? SVS, a munkadéj, ami kokain áron számolnak, a festék biztos nem. Na gyere, számoljunk együtt. Nem vagyok olyan kibaszott menő még, mint a Dolmoszlai, meg a Dögvész barátom, nekem nem telik táblára. Így. Gyerekek. Itt a kis füzetem. És írom. Mindent egy elemre bontva fogok levázolni. Egy deci átlag bázis szín, olyan 5000 forint. Egy átlag elemre, ha mondjuk külsejét fújod, kell 2 deci szín, 0,2 liter, az 2x5000 forint, 10000 forint. Ezt az ajtót le kell alapoznod, érem, hogy szín. Az ajtót le kell alapoznod. Olyan 10.000 forint 1 liter alapozó, kell erre is 2 deci alapozó, akkor az értelem szerint 2.000 forint. Számoljuk a lakkot, 10.000 forinttal 1 liter lakkot, beedzve, de az egy alsó kategóriás lak, arra is kell egy elemre 2 decivel kell számolnod. Akkor az is 2000 forint. Eddig oké. El kell mostanod a pisztolyt, behigítani a festéket, behigítani a lakkot, behigítani a fillert, számoljunk egy 1 liter higítóval, nem tudom, nem egy literesével veszem, 1 liter higító, tudom én, 1500 forinttal számoljuk. Ki kell csiszolnom, be kell csiszolnom az ajtót, egyszer be kell csiszolnom, alapozás előtt mondjuk 5 papír, meg egyszer be kell csiszolnom, mondjuk alapozás után megint 5 papír, az 10 darab, mondjuk körpapír, 10 darab, kör P. 150-60 forint darabja, legyen 150, 1500 forint. Hoppá, 1500 forint. A végén be kell csiszolnom egy vizes papírra, miután kész van. 1000 forint. Polírpaszta. 2 deci 7000 forint, mondjuk elhasználsz rá mondjuk 1000 forintnyi polírpasztát. Elhasználsz, most ez nem egy ajtó, hanem mondjuk sárvédő. Összvisz, elhasználsz rá. Ha mondjuk egy autón lévő sárvédő van, elhasználsz rá egy tekercs rakszalagot. 800 forint. Lefóliázol az autót, egyszer lefóliázod fillerezésnél, egyszer lefóliázod fényezés előtt, 800 forint, mondjuk számolok 750 forinttal, 1500 forinttal két fólia. És mi van, ha az autóra kell húznod mondjuk gittet? Mert mondjuk gittelni kell? Hát számoljuk egy ezrest egy gittre. Csak egy kis vékony gittelés. Egy ezres. Ennyi egy költség egy elemem. Egy átlag metálszín, egy átlag kisérüléssel, és mindjárt is számolom neked. Szóval megint belecsörögtek, leadózok ebből. 13.500 forintot, 36.500 forint marad, amiből ugye 22.300 az anyag lejön, és marad rajta 14.200 forintom. És ehhez nem számoltam hozzá vaxot, nem számoltam hozzá áramot, nem számoltam hozzá műhelybért, nem számoltam hozzá gépamortizációt, nem számoltam hozzá festékszűrőt, nem számoltam hozzá a maszkomba az aktív szűrőt, és 1000-1000 járulékos költség van. Na,
le lehet amúgy bontani, hogy egy telifényezésre számolt ki, hogy mennyi elem van egy autódon, csak úgy nagy vonalakban, ennyi az anyag, ennyi marad rajta. Akkor melyik a drága?